Vladimir Putyin beszédével megkezdődött Moszkvában a győzelemnapi katonai díszszemle. Az orosz elnök elmondta, hogy ország ellen háborút folytat a ruszofób nyugat, de Oroszország meg fogja védeni a szuverenitását. Putyin megköszönte a fronton harcoló katonák önfeláldozását. Az elnök elmondta, hogy büszke a hősökre, akikért egész Oroszország imádkozik. Beszédének zárásaként kiemelte, hogy nincsen fontosabb dolog a világon, mint az orosz hadsereg dicsősége. Május 9-én Moszkvában a Szovjetunió náci Németország felett aratott II. Világháborús győzelmére emlékeznek. Az idei díszszemlén meghívottként a belarusz és a kazah elnök, valamint az örvény miniszterelnök is részt vett.